halihó sárgapólósok, halihó ellenállók. Budaörsre érkeztünk az OTP-s garázdaságos tárgyalásra, de mivel rengeteg időnk van, jól végeztünk ma a dolgunkat a Kurián, a PKKB-n és mindenütt, így természetes, hogy a vétkük helyére oda tesszük a parazsat, ahogy annak idején intézték a nem teljesen illendően viselkedő hölgyekkel kapcsolatban, és ezért véleményt nyilvánítunk előtte itt Otthonti Pro Picsányi bankban, természetesen bent a bankban, nálam Magyarország diktatúra felirat, a többieknél is egyéb feliratok is vannak, úgyhogy nézzük meg, hogy nyitva van-e. Ez a bank. 12-16-ig mondja Anita, az idők ura, aki most előttem már be is megy. Jó napot kívánunk! Jó sokan vannak ebben a bankban. Anita itt áll mögöttem, én pedig ezzel a plakáttal állok szintén a bejárat felé. Közben István is megérkezett, Irénkét mutatom nektek, ő pedig ez a bank éveken keresztül tisztességtelen felirattal áll itt. Ugyanígy kezdtük egyébként, kedves nézők, majdnem egy évvel ezelőtt, pontosan így kezdődött, hogy bejöttük. Jó napot kívánok! Véleményt nyilvánítottunk, csak annak az lett a vége, hogy néhány perc múlva megérkezett a rendőrség, és Sándor Lacit és engem kicipeltek ebből a bankból. Egy napig ültünk sitten, és következő nap, kora délutánján a szabálysértési hatóság képviselője a Sándor Lacit és engem is 30 nap elzárásra akartak ítéltetni, azért, mert békésen véleményt nyilvánítottunk a bankban. Ugye egyébként teljesen jól működött volna akkor is a biztonsági őrrel is, és velünk is a véleménynyilvánítás, de akkor a rendőrség egy kicsit túl reagálta ezt a dolgot. A történet az lett, hogy ezt követően a Sándor Laci kapott, még hosszasan volt a kihallgatások, Sándor Laci kapott egy figyelmeztetést, engem pedig tárgyalás nélkül 50 000 forintra ítéltek el. Természetesen én ezt nem hagytam annyiba. Sándor Laci úgy volt vele, hogy most egy figyelmeztetés elfér a többi között, tehát abszolút nem zavarja őket. Úgyhogy most ennek lesz a tárgyalása 1 órakor. Ha valaki még közel lakik, az igazán eljöhet, hogyha kíváncsi rá, hogy hogyan és miképpen fogunk védekezni ebben az ügyben. Addig pedig mindenkinek azt javaslom, hogy cselekedjen, és ő maga is menjen a bankokhoz véleményt nyilvánítani. Mutatom István feliratát, követeljük a végrehajtások, kilakoltatások leállítását, árverezések azonnali leállítását. És követelem azt is, amit a Kúrián követeltem, hogy igazságos bíróságot az esküjüknek megfelelően ítéljenek a bírók, ne az Orbán megbízásából. A harmadik dolog pedig ez a böngésző. A felperesnek a képviselete, vagy maga a felperes előszeretettel említi, hogy itt van az a böngésző, hogy itten elő tudod keresni a házirendet, ami előírja, hogy neked ezt nem szabad, azt nem szabad, amat nem szabad, tehát mindent egyoldalúan, csak az ügyfél kárára le van írva. De kérem tisztelettel, bejön ide egy meglopott, kilakoltatott ügyfél, az neki áll a böngészőt? Nem, én fogom a bélből ütöm és összetörök mindent, tehát nem a böngészőt fogom itten, hogy szabad-e nekem bármit is csinálni, vagy nem szabad, amikor már az utcára tett meg, elvisz mindent, hát hogy képzelő? Én csak a házamat adtam jelzálogba, a vagyonomat nem, tehát arról most mondjon le azonnal, úgyhogy hajrá. Igen? Oké. Okay. Jó, úgyhogy részemről ennyi, úgyhogy ezt is követelem, azt is követelem, van egy pár követelésem, de amúgy Orbán üzenel a büdös picsával. Igen, hát ezt szerintem István szájáról leolvastátok, hogy Orbán Viktornak mit üzen, és ugye láthatjátok, hogy most így működik a biztonsági őrrel, ugye akkor 1 évvel ezelőtt is, amikor a rendőrség arra szólította fel a biztonsági őrt, hogy vezessen ki minket innen a bankból, vonakodott megtenni, hiszen tudja jól, hogy ennek nem ez a megoldási módja, most pedig azt kért Laci a pultokat inkább ne kamerázz, hát nem kamerázzuk, nekünk nem is az a lényeg, hogy a pultokat lekamerázzuk, bárki meggyőződhet róla, hogy hogy néz ki egy OTP-ben
egy ügyintézői pult. Nekünk az a fontos, hogy minél több emberhez eljusson, hogy ilyet kell csinálni ahhoz, hogy győzzünk százával és ezrével a bankokban véleményt nyilvánítani. Tehát nektek is mindenképpen ezt javasoljuk, és ezért ezt a videót minél több felé osszátok meg, és minél több helyen legyen róla hír, hogy a sárgapólósok ezt csinálják, és hogy arra hívnak fel mindenkit, hogy ti is menjetek és csináljátok ezt. István valamit jelez, hogy szeretne mondani. A böngésző Mari néni ide bejön, hát... És te sem találod meg a házi rendet? Már épp megvan a házi rendet. Most már István ennyi alatt megtalálta. Szépen ki van emelve, de hát egy nem gyakorlott károsult, az könnyes szemmel nem ezt fogja böngészni, tehát hogy na most nekem szabad, ezt nem. És a betűk, ugye ez nyugdíjas betű. Ezt minden nyugdíjas simán el tudja olvasni nagyítóval. Igen. Tehát de mi, akik gyakorlottak vagyunk ebben a számítógépben, talán tudjuk használni. Nem, igen, nem úgy működik, mint az okos telefon, tehát nem tudod nagyítani. Ott, amit egyébként nem látod, hogy hol a nagyító, csak akinek jó a szeme, az ezt megnyomja, akkor ki lehet nagyítani. Igen. Tehát láthatjátok, hogy így néz ki. De nem életszerű, most kedves nézők, gondoljátok el, életszerű az, hogy bejössz reklamálni egy bankba, és bejössz reklamálni egy bankba, és te rögtön azt nézed meg, hogy neked ott mit szabad, és mit nem szabad csinálni. Szó nincs erről, hogy ezt így tedd. Úgy, hogy a felperes képviselet elmegy a büdös francba az ilyen hivatkozásával, hogy én ezt fogom böngészni, amikor a tibbank agyonlopott, meg kilakoltatott, tehát nehogy már. Így van. Házi rend ilyenkor. Mikor háború van, akkor házirenden jön. Hát háborúban minden sérül. Jog, bank, ember, minden sérülhet. Tehát hogy néz az ki? Mag háború bűnösként ítélhet el, nem pedig azért, mert birtokot sértettem a bankból, mert eljöttem mondani neki, hogy meglopott. Mint ahogy mondta Jakab a kövérnek, hogy bűnözők előtt még nem beszéltem soha. Holott tudja a kövér is, hogy bűnöző. Hát ezért sértődött meg Kövér László, ugye István most a jobbikos képviselő felszólalására céloz a parlamentben, amikor ugye azt mondta, hogy ennyi bűnöző előtt nem lesz. Nem, most erre felén van. Tehát én megértem, hogyha szóltok, tehát ez nincsen gond. Tehát ugye a kamerát tudjuk fordítani előre és hátra is, így. Igyekszünk úgy csinálni, hogy sem ügyfelek, sem az ügyintézők ne legyenek benne, hiszen nem az a lényeg, hogy ők benne legyenek, hanem hogy ti magatok kedvet kapjatok ahhoz, hogy véleményt nyilvánítsatok. Ugye itt most Anita látszik mögöttem az előbb, Irénke látszott, István pedig tovább folytatja a vélemény nyilvánítást. Azért gondoljátok el, hogy mit összeküzdöttünk mi 2013 óta, hogy a banki vélemény nyilvánítások ilyen gördülékenyek legyenek, és azért az idei évben ez többnyire, ugye úgy mondhatjuk, az idei évben teljesen jól működnek a sárga járások és minden egyéb, míg azért már még 2017 elején is voltak olyan ügyeink, amiből ugye eljárás lett, de azóta egyáltalán nem, pedig legalább ugyanannyit csináljuk, mint korábban is, legalább ugyanannyiszor. És egy kicsit olyan, mint Karinti Paulinájában, hogy az igazság az utcán megy és ordít, tehát amikor mi véleményt nyilvánítunk, és ugye a tudós és a bölcs talán beszélgettek, és az egyikünk nem értette, hogy ez mire volt jó, hogy Paulina végigordította az utcát, amikor elvitték igazságtalanság miatt, és akkor az egyikük azt mondta, hogy látod, mi felkeltünk a fotelből, megnéztük, hogy mi ez, és még most is erről beszélünk, hogy ez megtörtént. És az emberek is erről beszélnek, az ügyintézők otthon, ezzel foglalkozik a bankbiztonság, ezzel foglalkozik a banki vezetés, az ügyfelek, akik láttak minket, megemlítik, esetleg rákeresnek a Facebookon, megnézik, hogy kik vagyunk, és egyszer ezek a gondolatok, amik elindulnak bennük a mi igazságkeresésünk által, talán tettekre sarkalják őket, és azt mondják, hogy a francba, hát én se fogom hagyni magam tovább, én is kinyilvánítom a véleményemet, és az ő véleménynyilvánítása is egy darab igazság lesz, ami ordítva megy az utcán, és ez az igazság keresése el fog oda vezetni, hogy még másokban is gondolatokat ébreszt,
amik ugyanúgy embereket tettekre fognak sarkalni. Tehát ilyen egyszerű, sokan kérdezitek, hogy ez mire jó és mire való, hát erre való, nem egyébre. Nyilvánvaló, hogy egyelőre nem fogja sem Csányi Sándor ez miatt azt mondani, hogy hú, hát gyerekek, akkor leállítjuk a végrehajtásokat, mert ha akarta volna, már mondta volna, tehát most már számunkra ez teljesen nyilvánvaló. És Orbán Viktor sem fogja visszaadni a lopott vagyon, de arra való, hogy te magad is felébredjél, és te magad is cselekedjél. És letelt, Anita az időkura azt mondja, hogy letelt a 10 perc, olyan kevésnek tűnt most ez. Van itt egy végrehajtó iroda mellettünk, természetesen arra is rákerül egy papír. Viszontlátásra, sziasztok, minden jót kívánunk! Tehát a végrehajtó irodára is rákerül, hogy a végrehajtásokat le kell állítani. Ez egy bírósági végrehajtói iroda. Hova máshova tették volna, mint az OTP mellé, tehát elég stílszerű ez a történet. És nektek is javasoljuk, hogy bármerre jártok, fogjatok egy plakátot, bármi, ami a te igazságodat tartalmazza, és helyezd el, ragaszd ki, hadd lássák mások is, mert lehet, hogy másnak is van ilyen igazsága, csak ő még nem gondolja, hogy kimondhatja, de a te példád lesz az, lehet, ami elindítja őt is, hogy kimondja, és amikor sok ember úgy gondolja, hogy van neki ez az igazsága, és kimondja, akkor előbb-utóbb azt veszi észre a hatalom, hogy egyedül maradt, mert mindenkinek más a véleménye, mint nekik. Ugye továbbra is nagyon büszkék vagyunk a most már lassan 2 éve, ugye? Ott lévő, vagy nem tudom hány éve, ott lévő... Tavalyi, az biztos, hogy legalább 1 éves végrehajtások, kilakoltatások leállítását követelő plakátra. A végrehajtó iroda nem itt van, hanem ott lett. Hát ide van írva, hogy az épület bal oldalán van. És függetlenek. Na, megnézzük, elmegyünk balra. Most tetszik mondani, hogy menjünk el balra. Azt mondja, bal ott oldalán. Ki van írva? Itt nem mennek, és ott van. Ott van, ki van ott is írva? Ki van. Köszönjük szépen. Nagyon kedves, köszönjük szépen. Balra, erre. Köszönjük szépen, nagyon kedves, hogy ezt mondta. A hölgy útba igazított, hogy a végrehajtó irodához, bár ebben az év... Igen. Na, megnézzük. A bal oldalon ezt a végrehajtói irodát. Mert ugye eddig nem találtuk a bejáratot, egyébként nagyon jól elbújt egyébként ez a végrehajtói iroda. Nem, a lakókat... És... Így van, hát ez mekkora a dolog. Hány embernek vették már el a házát ez a végrehajtói iroda miatt, és a lakók igazán emiatt kellene, hogy föl... legyenek háborodva. Itt van, nézzétek! Végre megtalál egy ilyen, látjátok, ilyen csiga lépcső, tehát ilyen keszekusza fassággal lehet oda feljutni. Úgyhogy kedden 14 órától 18 óráig ma nem az van. Úgy van, akkor ma nincsen. Hát akkor nincs más hátra, mint ide a bejárathoz. Így van. Ez az ő bejáratuk. Bírósági végrehajtó bejárat itt. És azt mondják, hogy itt feltétlen kamerázzunk, meg szirénázzunk, tehát két piktogramot is látok. Követeljük a végrehajtások leállítását. De jó, hogy találkoztunk ezzel a hölgyel, most már akkor tudjuk, hogy hol van a bejárat, és hova kell tenni a plakátot, tehát ez mindenképpen kedves. István készít egy fotót is, készítsek rólad, hogy te is itt vagy, mert úgy könnyebb, hogyha én innen. Itt István a művét lefotózza, ezt látjátok majd nem sokára István Facebook oldalán ezt a képet is. És vajon ezt, lehet, hogy ez a Ferdinándra lesz szükség, hogy ezt, de ezt elérjük, ezt is, ugye? Van valamelyik ötök, na, végrehajtás, leállítás? Nincs, várjál. Akkor nekem lesz a táskába. Akkor a kamerát Anita addig megfogja. Mutatom, hogy hova lesz kihelyezve. A végrehajtásokat le kell állítani, mert kicsi az már lett volna kéznél, de úgy vagyok vele, hogy akkor a nagyot tegyük ki, hát mindig megvan minden. És amíg István a ragasztót ráteszi, kérdés nélkül veszem is elő a sárga szalagot, Anita meg addig kameráz. Tehát ez itt a sárga pólus munka megosztás. Megtaláltam. Megtaláltad mostanra, nem baj, majd akkor legközelebb. Nem is ilyen viharvát, mert szegény. Hát én ennyit érdekel. Igen, sokat volt használatban. Hát ennél jobb, de nem nagyon tudtuk volna tenni. És te
természetesen. Lássa ez a végrehajtó, hogy a sárga pólósok azért résen vannak, és hogyha ezt minden nap százak és ezrek tennének ide egy-egy plakátot, akkor higgyétek el, nem lenne ekkora nagy arcuk ezeknek a végrehajtóknak. És akkor szerintem ezzel a képpel meg is fordítom, hogy benne legyünk itt mindannyian, akik az akcióban részt vettünk. Ha véletlen nem lenne nekik világos, hogy ki és mit csinált, akiket nem látok benne, most itt nagyon a szemembe süt, picit hátrébb álltok oda a táblához, hogy benne tudjunk mindannyian lenni. Igen, még Anitát nem látom, ő még, hogyha a táblához még közelebb megy, akkor egész jó lesz. Igen, na, kedves nézők, hát így fejeztük be ezt a rövid kis villám vélemény nyilvánítást, mindjárt kezdődik a tárgyalásunk a Budaörsi Bíróságon, és hát azért még ott is biztos mondunk előtte pár dolgot, ha nem, akkor majd utána jelentkezünk, de ha igen, akkor nem sokára hallotok rólunk. Te is cselekedj, legyél győztes, állj a bátrak közé, hajrá! Hajrá!